Ezek a parcellák a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson találhatók. A szakemberek azt mondják, az idei termés különösen jó minőségű lesz, ami leginkább a csapadékban gazdag időjárásnak köszönhető. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke arról beszélt a Megnyitón, készülni kell a szárazabb, aszályos évekre, ezért a gazdáknak közösen kell megoldaniuk az öntözési és víz problémákat. Nemzeti vízgazdálkodási és vízhasznosítási társulást szervezzenek meg a gazdák a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével, ahol értelemszerűen minden egyes gazdatag azért, hogy valóban ne engedjük átfolyni az országon a felszíni vizeket, hanem tartsuk itt, és mikor szükséges, akkor hasznosítsuk. A rendezvényen az éppen aktuális pályázati lehetőségek is szóba kerültek. Tegnapi nap folyamán megjelent egy új pályázat. A nem termelési tevékenységet végző diverzifikációs pályázat, amit vártak már nagyon a termelők, tehát gyakorlatilag itt két célterület lesz, mint egy 13,8 milliárd forint összegbe került ez a pályázat kiírása. Az első célterületbe mezőgazdasági tevékenységet végző termelők pályázhatnak, a második célterületen pedig minden olyan mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, aki még az adott tevékenységgel nem foglalkozott, és gyakorlatilag közösségi célok, közösségi feladatok ellátását vállalja be. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beszámolójában arról beszélt, hogy a kukorica termőterülete csökkent, míg a napraforgói emelkedett az idei évben. A termőterület körülbelül 10 000 hektára csökkent a tavalyi évhez képest, 96 000 hektár kukoricát vetettünk, és 51 300 hektár napraforgót. A napraforgónak a területe egy ilyen 1300 hektárral növekedett. A termés, várható termés átlag is a napraforgónál a tavalyi megyei 2,5 tonnás átlag ilyen 2,8 tonna várható hektáronként. A kukoricánál elmondhatjuk azt, hogy a tavalyi 380 ezer tonna helyett a csökkentett 10 ezer hektárra csökkentett területen is körülbelül 700 ezer tonnát várunk, úgyhogy a kevesebb területről jóval többet várunk. Rácz Imre elmondta, a lecsökkent területek így jóval magasabb termésátlagot és össztermést értek el az idei évben, ami főleg annak köszönhető, hogy mindig a legjobb fejlődési fázisokban érkezett a csapadék a növényekre.